Ugyanakkor azonban itt is van egy olyan problémám, és aztán ez tulajdonképpen végigvonul az egészen, és elnézést kérek, mert valószínűleg ismétlem magam, hiszen ezt máskor már elmondtam, hogy ugye továbbra is arról van szó, már ebben az első fejezetben is, ugye, hogy mindent a GDP-n keresztül, a GDP hányadán keresztül ítélünk meg. Kérem szépen, igen, hát ha pénzügyi stabilitást akarunk egy országba, akkor mondjuk összhangban egyébként azzal, amit maga az anyag is a 25. és 36. paragrafusokban leír, akkor feltételezem azt, hogy minden profitorientált szervezet, amelyik működik az országba, az vagy azonos feltételekkel, vagy közel azonos feltételekkel részt vesz a társadalmi közös feladatok finanszírozásának a fedezetére befizetendő pénzekkel az állam működésében. Na most, ugye itt az alapvető probléma az, amikor a GDP-ről beszélünk, és a GDP hányadában határozunk meg mindent, hogy a GDP-ben benne van azoknak a multinacionális cégeknek is a teljesítménye, amelyek jelenleg éppen a teljes adómentességüket élvezik, vagy azoknak a cégeknek a teljesítménye is, amelyek nemhogy adókedvezményt kapnak, hanem netántán akiknek fizettünk azért, hogy idejöjjenek és elkezdjenek valamit csinálni, akiknek, hogy mondjam, azért, hogy idejöjjenek a fizetésen fölül az infrastruktúráját megcsináljuk a többi adó fizetőnek a pénzéből. Na most ez hihetetlen zavart okoz, mert egyik oldalon azt nézem, hogy mennyi az adóságom, és utána azt nézem, hogy a teljes GDP-re nézve ez hány százalék. Kérem szépen, ha csak annak a százalékát vennénk figyelembe, amelyik az egyetemes és általános feltételek mellett valóban befizeti az adóját ennek az országnak, akkor kiderülne az, hogy ez az adósság mutató már messze 100% fölött van. Ezt higgyék el nekem, ezt én végigszámoltam, ez így néz ki. Tehát, ha ebbe az országba stabilitást akarnak, akkor bizony nagyon helyesen azt kell csinálni, ami a 15 és 36-os paragrafusokban le van írva, csak az nincs leírva benne, hogy ez nem csak a magyar tulajdonú cégekre és vállalkozókra vonatkozik, hanem mindenkire vonatkoznia kell, aki ebben az országban profitorientált tevékenységet folytat. Ezt tessék elhinni nekem. Ez egy ugyanolyan hiba, hogy nem ezzel foglalkoznak, mint az egykulcsos adó. Ezek hibák, ezek egész egyszerűen hibák, amit be kellene ismerni. Nem elég egyszer megcsapolni, kérem szépen, a bankokat, meg néhány multicéget. Ez nem elég. Ezek pótcselekvések. Honosítani kell ezeket a cégeket. Eleve új szerződést már csak úgy lehet kötni, mert ez benne van, hogy honosításra kerülnek. Ami alatt én azt értem, hogy 1-2-3-4 éven belül ugyanolyan adóalanyokká válnak, mint bármelyik másik magyar vállalkozó, sőt, mi több, bizonyos mértékben és bizonyos részletekben vissza is kellene fizetniük azt, amit a magyar állam infrastruktúraépítésbe, teleknyújtásba és egyéb dolgokba ingyenesen adott nekik. Kérem szépen, nem lehet lemondani ezekről a jövedelmekről, mert nincs az a gyarmati gazdaság, mert a miénk az most már, amely képes kitermelni azt, amit ki tudna termelni, ha az egész gazdaság fizetne adót, és az egész gazdaságon keletkező társadalmi tiszta jövedelmet nem kivinnék ebből az országból, hanem legalább az a része, ami adón keresztül befolyik, itt maradna és itt hasznosulna az országban. Tehát ha önök a pénzügyi stabilitásról akarnak valamilyen törvényt kiadni, akkor például ezt a honosítási törvényt, jobb hián nevezem ígynek, honosítási törvénynek kellene például kidolgozniuk. És higgyék el, ebben semmi különös nincs, mert nem hiszem, egész egyszerűen nem hiszem el, hogy Németországban, Franciaországban, Hollandiában, Dániában úgy dolgoznak külföldi multinacionális cégek, hogy nem fizetnek adót. Egész egyszerűen nem hiszem ezt el. De nem is hit kérdése, én tudom, hogy ez így nem így van.
Külön meg kellene csapolni természetesen, és erre is van egyébként példa, ez se egy újdonság, azt a jövedelmet, amit itt az extra profitjuk révén szertesznek, ami után nem fizetnek adót, és utána olyan valutába viszik ki az országból, csak hogy rontsák az ország pénzügyi mérlegét, amilyenbe akarják. Hát ez is egy abszurdum, kérem szépen. Hát mire föl? Azért, mert a forint konvertibilis. Persze, kiviheti. De ha kiviszi, és nem itt használja föl újabb befektetésekre, akkor a kivitt rész után külön adót is meg kell állapítani. Hát azt büntetem, hogyha egy magyar vállalkozó kiviszi a pénzét, és befekteti egy offshore cégen keresztül valahova. Azt büntetem. Azt nem büntetem, aki legálisan, a mai jogszabályok szerint legálisan átváltja olyan valutára, amilyenre akarja. Hozzáteszem, emögött az van, hogy becsapja a beszállítókat, becsapja a vállalkozókat, beszállítja, becsapja azokat, akiknek itt értékesíti a dolgait, és ébérért dolgoztatja az embereket. Ez mind benne van. És én ezt eltűröm, nézem, csodálkozom, és azt mondom, hogy hát valami törvényt kell hozni a pénzügyi stabilitás érdekében. Tehát, hogy mondjam, ez a törvény nem a pénzügyi stabilitásról szól. Ez arról szól, hogy valamilyen módon meg kell akadályozni az államadóság növekedését, illetőleg el kell tudnunk kezdeni az államadóság mértékének, GDP-ben kifejezett mértékének a csökkentését. Higgyék el, hogy ameddig a GDP-nek az a tartalma, ami, és emögött az húzódik meg, ami, addig kérem szépen az egyre nehezebb helyzetben lévő magyar vállalkozások, és az egyre nehezebb helyzetben lévő magyar dolgozók nem fogják tudni finanszírozni azt a bevételt az államkassa számára, amivel egyáltalán célul ki lehet tűzni azt, hogy az államadósságot csökkenteni lehessen. Illetőleg persze megoldható, de akkor nem Magyarország pénzügyi stabilizációjáról van szó, hanem Magyarország nyomorának a stabilizációjáról van szó. Ezt el lehet érni. Különben nincs megoldás csak akkor, ha itt mindenki azonos feltételekkel vesz részt a gazdasági életben. Ezt én egy rendkívül fontos kérdésnek tekintem.